János, miért hazudsz? Ezzel a kérdéssel ment neki a Facebookon a párt elnöke Volner Jánosnak, akit pénteken zártak ki a Jobbik frakciójából. Mindezt azután, hogy kiszivárgott egy levél a párt alelnökétől. Ebben nem csak a Jobbik elnökségének feloszlatását, de egy tisztújító kongresszus összehívását is kezdeményezte. Volner bírálta a balliberális oldallal való összeborulást, és azt is megjegyezte, hogy katasztrofális állapotban van a Jobbik. Ezt követően a párt rendkívüli ülést tartott, ahol a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja kizárta Volnert a frakcióból. A döntés után további két tag is elhagyta a képviselőcsoportot, Apáti István mellett Fülöp Erik is jelezte kilépését. A Jobbik eközben összeesküvés sejt a háttérben. Schneider Tamás, a párt elnöke úgy véli, Volnert azért zárták ki, mert a Jobbik rombolását igyekezett egyre hatékonyabb módon elérni. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Kezdjük a legelején. Mi történt a Jobbik ülésén LMP ügyben? Egy nappal azelőtt, hogy önt kizárták, ami miatt ön megírta azt a levelet a Jobbik helyi vezetőinek. Én értelemszerűen a párt elnökségi üléseiről eddig sem hoztam ki belső információt, most sem szeretnék. Egyet elárulhatok. Bocsánat, nem azért, nem azt szeretném, hogy ön most elmondjon dolgokat, hanem hogy a nagyon nagy jelentőségű, hiszen az ön kilépéséhez vezetett. Igen, egyet elárulhatok, egy brutális szintlépés történik a Jobbik LMP viszonyban, én pedig ezt szeretném megakadályozni. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a Fidesznek több mint 2.800.000 szavazója van jelenleg. Jelenleg konkurencia nélkül fog maradni az úgynevezett jobboldali térféren, hogyha a Jobbik erről a térférről kivonul és átmegy teljesen a baloldalra úgy, ahogy azt egyébként Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton szeretné. Pontosan mit ért azon, hogy szintlépés? Senki nem fogja megakadályozni a Fidesz kétharmadát, hogyha a Fidesznek nem lesz a jobboldalon konkurenciája. Ez az egyetlen párt, a Jobbik, aki ezt meg tudja jelenleg akadályozni, és konkurenciája lehet a Fidesznek. Én most ahogy azt, hogy mondjam, mi az, hogy... a Jobbik a második legnagyobb, első legnagyobb ellenzéki párt, de mi az, hogy szintlépés az LMP együttműködésben? Egy sokkal szorosabb szövetségre törekszik Gyöngyösi Márton és Schneider Tamás, hogyan mint lehet amit az? Eddig kötöttek. Hogy kell azt elképzelni? Ugyanúgy fognak szavazni, összeolvadnak? Ennek a részleteit most azért nem tudom nyilvánosságra hozni, hiszen az elnökségi ülés tartalmát én értelemszerűen nem tudom megosztani a nyilvánossággal, és a korrektség azt kívánja, hogy ezeket titokként megőrizzem. Fontos azonban azt látni, hogy ha az LMP-re néz, akkor inkább egy oszlófélben levő hullát lát. Ez a párt folyamatosan fölfalta a saját vezetőit, fölfalta, tönkretette, kilökte magából Schiffer Andrást, később Hatházi Ákost, aztán Szél Bernadettet. Most éppen arra kötnek nálunk fogadást, hogy Keresztes Lórádnak az LMP jelenlegi elnökének hány napja van még hátra. Egyszerűen, bocsássam, még egy nagyon fontos dolog, és egyszerűen nem lehet úgy a Fidesz szavazókat meggyőzni arról, hogy a Jobbik az igazi alternatíva a nemzeti oldalon, ha egyébként egy önmagát liberális, balközép pártnak valló LMP-vel fog össze a Jobbik. Nagyon koncentrálok arra, amit mond, és tiszteletben tartom a döntését arról, hogy lojális ahhoz, hogy nem mond több információt. Nem is kutakodni szeretnék, hanem megérteni az ön döntését és vízióját a jövővel és a múlttal kapcsolatos kritikáját. Szél Bernadettet, Hatházit említette most, mint korábbi Schiffert, fontos politikusokat, akiket úgymond kilökött a párt. Az az ön baja tehát, hogy baloldalra tolódik a Jobbik az együttműködéssel, vagy az, hogy fideszes lesz? Hiszen két dolgot mond. Hatházi, Schiffer, Szél Bernadett nem nevezhető jobboldali politikusnak, és mégis tisztelettel beszélt róluk, tehát velük nem volt baja. Viszont az a mondat, hogy nem szeretne Schmidt-Mária és Ungár Péter fizetési listájára felkerülni, azt jelenti, hogy önnek nem a baloldallal van baja, hanem a Fideszbe való beolvadással potenciálisan. Most nagyon durván fogalmaztam. Fontos azt látni, hogy nekem nagyon komoly, feloldhatatlan értékrendi konfliktusom van a Jobbik jelenlegi elnökségi tagjaival, személyesen Schneider Tamás pártelnökkel is. Én nem szeretnék egy baloldali pártban ülni, és az abszolút a Fidesz érdeke, hogy a Jobbik kivonuljon a nemzeti politizálásból, és az LMP-vel fogjon össze, mert akkor a Fidesznek 2022-ben 3 millió szavazója lesz, és úgy lesz meg a kétharmad, mint ahogy eddig még soha. Még mindig nem értem, Schmidt-Mária és Ungár Péter nem baloldali. Miért kerülne a fizetési listájukra, hogyha ott maradna abban, ami most van? Schmidt-Mária köztudottan egy a Fideszhez erősen sok szállal kötődő milliárdos nő. De akkor Ungár Fidesz Péter fele menne, vagy baloldal fele? Ungár Péter a fia pedig
az LMP frakciójának jelenleg a tagja. Én nem szeretném őket sem minősíteni, mert a személyeskedés tőlem távol áll, de egyet kell látni, hogy a Fidesznek egyértelmű érdeke, hogy ez az összefogás a Jobbik és az LMP között létrejöjjön, hiszen ezzel a Fidesz átlöki a Jobbikot a baloldalra, és a saját szavazói előtt gyakorlatilag nincs olyan konkurencia, aki versenyt futna a Fidesszel. Ön korábban lojálisan képviselte Vona Gábor néppártosodási politikáját. Ebben a stúdióban is hónapokon át megvédte, indokolta és magyarázta. Mi az a változás, amit elvárt volna a Vona politikához képest, ami a radikálisan más kéne, hogy most legyen, vagy miben változott ön? Én a 2010-től fogva, a parlamentbe kerülésünktől fogva erős híve voltam a néppártosodásnak, hiszen ez azt jelenti, hogy nyitunk más társadalmi csoportok felé, a Jobbik egy mérsékelt és a társadalom számára elfogadható hangnemet üt meg. Ennek azonban sem a téma választását tekintve a néppártosodáshoz nincs köze, sem pedig a párt közelmúltban elfogadott kiáltványához. Ez egy egyértelmű balra tolódás, a jobb oldalról történő, a nemzeti politizálásból történő kivonulás, és ez azt jelenti, hogy tényleg konkurencia nélkül tudja a Fidesz a saját szavazóbázisát építeni, ami végzetes következményekkel jár, az egyébként is ideológiailag és minden téren összezavarodott Jobbik tagságra nézve. Az a baj, hogy konkrétumok nélkül olyan nehéz megértenem, és talán a nézőknek is, hogy mit ért balratolódáson. Három dolgot tudunk. Egyet, amit nem mond el, hogy mi az LMP-vel kapcsolatos konkrét változás csütörtökről péntekre. A másik, a 15. kerületi baloldali jelölt, aki ellen nem indított a Jobbik jelöltet, de ha indított volna, ön is tudja, hogy a Fidesz győz, tehát a Fideszt segítették volna. Nagy bűn volt nem indítani a 15. kerületben jelöltet. És a harmadik, amit talál az ember, az a CEU alapító Teplán István és egy emberjogi aktivista közös béruniós konferencia, amit nem minősítenék nagyon nagy jelentőségű ügynek, bár természetesen kíváncsi vagyok a véleményére. Mi ennek a balra tolódásnak a konkrétuma? Hát látni kell azt, hogy például a 15. kerületben Gyurcsány Ferenc pártjának, a DK-nak a jelöltjét segítettük választási győzelemhez. Különben a Fidesz segítették volna. Gondoljon bele abba, hogy mennyire nehéz a Fidesz szavazóit elcsábítani és jobbikossá tenni akkor, amikor valójában Gyurcsány segítjük. Tehát nagyon nehéz ezt elhitetni az emberekkel, hogy a Jobbik körül minden rendben van. Ez a béruniós konferencia pedig olyan volt, most élesedik egyébként a Facebook oldalamon egy bejegyzés ezzel kapcsolatban, amely azt mutatja, hogy nem csak egy a soros hálózat részét képező ember volt ennek a konferenciának a résztvevője, hanem rögtön három is. Meszelis Tamás, LMP és EP képviselő, a CEU programkoordinátora, egy lengyel genderjogi aktivista, illetve még egy ember, aki... Van ez olyan nagy súlyú, hogy ön ezért kilépne a párt? Nem, de fontos azt látni, hogy a Jobbiknak tisztáznia kell a saját politikai helyzetét, és alapvetően én nem gondolom azt, hogy csak soros emberekkel lehet egy béruniós konferenciát megrendezni. Én annyira unom már ezt a sorosodást, de gondoljon bele, amikor a saját pártom környékén a külpolitikai kapcsolatépítésben információt kérek alelnökként, akkor megtagadják ezt tőlem, elkezdek az újságokból tájékozódni, és azt látom, hogy az az agyrém, ami folyik sorosozás címén a Fidesz révén, az megismétlődik a saját pártomnál, és sajnos ez a valóság. Még mindig keresem az ön távozásának a konkrét okát. Lesz közös LMP-Jobbik lista az európai parlamenti választásokon? Hát hadd mondjam el, eszem ágában sincs távozni. A párt legnépszerűbb politikusa vagyok, a népszerűségi kutatások szerint az iránytűnél megelőztem még Vona Gábort is a tavaszi felmérések szerint. A párton belül a legnagyobb szavazatszámmal megválasztott alelnök vagyok. Én semmi egyebet nem szeretnék, mint a párt alapszabálya szerint a törvényes lehetőségeket kihasználva összegyűjteni a kellő számú ajánlást egy tisztességes tisztújítás kiírásához, és ilyen módon lecserélni a jelenlegi pártvezetést, egészen egyszerűen azért, mert arra a politikai fordulatra, amit most végrehajtanak, és ez nincs meghirdetve sehol, de gyakorlati tettekben megmutatkozik, az égvilágon senki nem adott felhatalmazást. Mik azok a gyakorlati tettek? Hadd térjek vissza a kérdésre, amire nem válaszol. Lesz-e közös Jobbik LMP lista az európai parlamenti választásokon? Többen szorgalmazták ezt a Jobbik LMP közös listát, én most ezt igyekszem megakadályozni, hogy ez a kapcsolat szoros le legyen fonva. Tehát ez még nem dőlt el, a közös lista? Én nagyon remélem, hogy én meg tudom ezt akadályozni.
De felvetődött természetesen az elnökségben. Felvetődött az önkormányzati együttműködés magasabb szintje is felvetődött, sokkal magasabb szintje, mint eddig. Látni kell azt, hogy az LMP és a Jobbik komplementer halmazok, ahol az LMP erős, ott a Jobbik gyenge, ezek a nagyvárosi körzetek, és ahol a Jobbik erős, ezek a vidéki körzetek, ott az LMP nincs jelen. Tehát ez az összefogás, ez kurta furcsa, és gyakorlatilag érdemi szavazatszám növekedést nem nagyon fog tudni hozni. Viszont azt kell látni, hogy a Fidesz szavazóit attól végletesen elriaszthatja, hogy a Jobbikra szavazzanak. És hogyha valóban meg akarjuk akadályozni Orbán Viktor kétharmadát, akkor nekünk nem megélhetési politikusokként olyan politikát kell folytatni, ami látszólag történik valami bennülünk a parlamentbe kényelmes helyeken, hanem valóban meg kell harcolnunk Orbán Viktor rendszerével, és ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha a Fidesznek politikai konkurenciát támasztunk. Hadd hívjam föl valamire a figyelmét. Ha most megkérdezik az átlagembert Magyarországon, hogy mit akar a Fidesz, akkor meg tudja mondani, a migrációt megállítani, az országot megvédeni. Ez egy egyértelmű válasz. 4 évvel ezelőtt az volt a válasz, hogy a Fidesz rezsit szeretne csökkenteni. Ha megkérdezik most az átlagembert, mit akar a Jobbik, akkor nincs egyértelmű válasz, senki nem tud erre válaszolni, és az egyszerűen nem működik, hogy a Jobbik olyan politikát folytat, olyan fókuszálatlan politikát, amiben nincsenek meg ezek az egyértelmű válaszok. Több milliárd forintnyi közpénzt a pártunk fölhasznált, a pártunk vezetése ennek a felhasználásáról döntött, és egyetlen mondatot nem tudtunk beégetni a társadalom részére. Én Zékárpád Dánieltől hallok egy csomószor, például a devizahitelesek megvédését a kilakoltatástól, például a nyugdíjasok, ami most ugye pont úgy tűnik, hogy meg is történik a kormány részéről, nyugdíjának a védelme. Tehát tudok egy pár konkrét jobbikos üzenetet, ha egyet választana, mi az? Nagyon fontos látni azt, hogy az európai felzárkózásnak kell nem csak a bérek, hanem minden területen, egészségügy oktatás területén bekövetkeznie, és az európai felzárkózásnak kell lennie a magyar politika új mércéjének. Ez nem olyan frappáns, mint a rezsi, vagy a bevándorlás ellenes egy mondat. Igen, és ki is kell fejteni a társadalomnak természetesen, hogy gondoljuk. Az a kormány teljesít jól, aki ezt az európai felzárkózást el tudja érni, aki nem tudja elérni, vagy le is szakad Európától, az pedig rosszul teljesít. Ha az ellenzék ebbe a dimenzióba helyezi át a politikájának a fókuszát, akkor rá tud mutatni Orbán Viktorék valódi eredménytelen politikájára, és le tudja váltani ezt a kormányt. Nagyon köszönöm, nagyon érdekes volt, szívesen folytatnám, de elfogyott az időm. Várom vissza a folytatással. Köszönöm.